Ahogy melegszik az időjárás, egyre több kullancs található meg a természetben. A közhiedelemmel ellentétben azonban nem csak az erdőkben jelennek meg az élősködők, hanem akár a városközpontban is. A kullancsokat könnyen eltávolíthatjuk akár otthon, hiszen a gyógyszertárakban 1000 forint körül kaphatóak erre a célra kifejlesztett műanyagkanalak. Az általunk megkérdezett orvos azonban inkább a fémcsipeszek használatát javasolja. Ezekkel egy egyszerű mozdulattal kiúszható a kullancs, fontos azonban, hogy az élősködő potróha ne sérüljön meg közben. Gyógyszer nincs, védőoltás azonban van a fertőzések ellen, ezt mindenki a házi orvosától kérheti. Megkapja az illető az első oltást, utána egy hónapra rá, illetve egy rá kapja meg majd a következőt, ezután pedig a következő oltásra három évet várni kell, majd 59 éves korig 5 évente kell egy-egy védőoltást megkapni, 59 éves kor után pedig ismételten három évente kell az emlékeztető oltásokat. Viszont azt nagyon fontos tudni, hogy ez a védőoltás, ez csak a kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás ellen véd, a Lyme-kor és egyéb kullancs által terjesztett betegségek ellen nem hatásos. Az elmúlt két hétben a kullancsok által megfertőződött kutyák száma is megemelkedett. Az állatok szőrén talált élősködőket könnyen eltávolíthatjuk, a befúrodott állatokhoz viszont speciális eltávolító csipes szükséges. Különböző készítményekkel, főleg ezekhez hasonló cseppentős gyógyszerekkel, tablettákkal és nyakörvekkel megelőzhető a kullancsok okozta fertőzés. A fertőzött kullancsal többféle betegséget kaphatnak el állataink. Elsősorban a kutyák, kutyáink veszélyeztetettek. Első körben, illetve a legfontosabb, ez a babézia nevezetű kórokozó. Ez lázas általános tüneteket okoz állatunknál, esetleg véres vizeletet lehet észlelni még nála, étvágytalanságot. Jobb minél előbb állatorvoshoz fordulni, hogyha ezt tapasztaljuk. Főleg, hogyha a kórelőzményben szerepel esetleg kullancsos látlelet. Ritkább esetekben a házi állatoknál is előfordul lánykor, valamint a melegebb éghajlatokról érkező kórokozók is veszélyesek az állatokra. A megelőzéshez nem csak a különböző készítmények használata tartozik. Egy hosszabb séta után mindig érdemes átvizsgálni a házi állatokat és önmagunkat is.